Vagyunk, ez a település, és itt mellette fönt egy mészkőszikla tetején Boldogkővár. Kapu a bejárattal, híd vezet föl, és maga a vár fogadóépülettel. Anyuci meg az Isza lassabbak, mint mi, élvezik az árnyékot. Na tényleg, lehetünk fölte. Bejárat, várkapunk keresztül, előtte egy hídon a várba. Felső vár, toronnyal, vagy mély magasra toronnyal. Vannak fenn a szobák. Ez volt a vár bejárata. Tömlődsz, az a foglyoknak. Ez maga a falu látványa. Igen, arról jöttünk. Nem, innen jobbról jöttünk. Egy torony. Száraz marom. 1674-ben 80 kezet készítették. Tömlőc helye. 5,6 méter sziklába faragott tömlőc. Tökéletes! Az egy ásványi kiállítás. Ez, amit láttunk korábban, ez az öreg malom, száraz malom tornya. Ez a híd vezet át az öreg toronyba, a várnak a legrégebbi része. Szépen helyreállított falakkal, van egy nagy ciszterna. Minden nap jártak a szabad a kortárban, régi fegyverek és ruházat kiállítása. Érdekes, hogy egy vastag várfa, és mégis milyen... Még oda is fölmegyünk? Oda már nem mászok föl, fölmászhat nyugodtan. Nem, csak kérdés. Sokkal többet nem látni mindent, mint innen. Ez a kilátás a várfalról, környezetre, a hegyekre. és magára a helységre, a falura. Zászlót ne felejtek kitűzni, amikám a várfokra, hogy elfoglaltuk a várat. Menjünk el balra fel a várfalra, és akkor elő lejövünk a lejáratnál. A várfal oldalára végig menő felügyeleti folyosó. Innen önőrizték a várvédők, és közelít el valaki a várfalhoz. Az a külső várfal volt, és ez pedig a belső vár. Ott jártunk, fent az előbb a kiállítások. És ott szembe van a bejárat. Ott lent. Igen? Aha. Arra gondolsz, hogy szerintem egy ablakmaradvány, nem? Azon. Rővésből a kilátás lefele. Ez is egy lőrésből a kilátás a környezetre. Na, ezek már egész tisztességes ablakok. Ezek egy ablakból a kilátás. Hát ha nem bántjuk őket, akkor nem. Nem biztos? Várfa a belső udvara, beég a várfalon felügyelő sétáló, és maga a belső udvar. És ez maga a kohó, ahogy bele van vájva a sziklába, és ott bal oldalt van a kifolyó. Szia! Megjutálatok, Sári! Tessék! Hol vagy? Itt vagyok, megjutálatok a Sári! Itt lent. Egész lent a pincébe. Egész lent a pinecébe. Szoborkiállítás, ásványkiállítás. Balra egyenesen szoborkiállítás. Ásványkiállítás az a lejárat. Kőbe vált lépcsővel. Várnak az alsó pince része, itt ásványkiállítás és kőszoborkiállítás van. Fantasztikus ásványkiállítás, szemnészebb kövekkel. Jövőnek. Kérszem, mint a másik. Jó, jó, rendben. Jó, megyek. Nézd csak! Nincs medve, az már csak van. Szolika, Dávid is ott van? Itt van Dávid. Itt röpködnek a fecskék, egész közel a sziklához. megy le az út, gyalogosan megkerülve a várat a faluba. Ekkora sziklára van építve a vár. Erre a kilátó részre nem engedtek ki valamit a bevásárba. Biztos baleset veszélyes. Ott van fent hátul az ajtó. Háttérben a várral. És nagyon szép kis fenyves veszi körül a várat. Ez a kilátás a tájra. Pont szembesítünk, úgyhogy túl sokat nem látunk belőle, de azért már ízelítő. Egy kis zöld dombbal, körbe hegyekkel, és lent a Boldogkőváralja helység.